A mai magyar büntető törvénykönyv a kábítószerek kapcsán különböző nemzetközi megállapodásokra hivatkozik. Ezeknek a nemzetközi megállapodásoknak a történelmi gyökerei, azok tulajdonképpen az ópium háborúkat követő nemzetközi megállapodásokhoz nyúlnak vissza a 20. század első évtizedeibe. Nagyon érdekes az a körülmény, ahogy Magyarország csatlakozott a nemzetközi kábítószer kereskedelem vérkeringésébe, illetve annak szabályozásába. Tudnélik, a 20. század elején az osztrák-magyar monarchia otthagyta a tárgyalóasztalt, és nem vett részt a kábítószer kereskedelem szabályozásáról szóló nemzetközi együttműködésben. Majd a trianoni békeszerződés, amely nagyon súlyosan érintette Magyarországot, az lesz, ami tartalmazza kötelezvényként Magyarország tekintetében is, hogy kötelesek vagyunk becsatlakozni ezekhez az egyezményekhez, és azt követően Magyarország minden további kábítószer egyezmény részes állama lesz a jövőben.